A Városi Képtár 2014-es év második évadjának nyitó kiállítását augusztus 7-én csütörtökön rendezték meg. A Dobóti-Hamér képtárban rendhagyó tárlattal mutatkozott be két kovacsicai, antalfalvai festőművész, Pavel Cicka és Pavel Hajko. A vajdasági szlovák tradícióból merítkező képek a naív festészet legszebb arcát mutatták be a kanizsai közönségnek. A tarka szellemiségükben is megrendítően egyszerű, ugyanakkor bámulatosan sokat mondó alkotások első ízben mutatkoztak be az északbácskai érdeklődőknek. Olyan szeletét villantják fel egy letűnt, letűnőben lévő világnak, ami még ott él mindannyiunkban, a szépre, a jóra, a hamisság nélküli világra nyitja ki a szemünket. Pavel Cicka és Pavel Hajko festményei augusztus végéig tekinthetők meg a Dobóti-Hamér képtárban. Amikor a beharangozóban azt mondtam, hogy megjelennek olyan vízhangok a Magyarországon, meg mások is a világban, hogy a hagyomány egy beteg dolog, hogy a hagyományból nem lehet táplálkozni, mi több beteg az, aki a hagyományból táplálkozik, akkor ez a fajta művészet, amit a két Pavel Kovačicán művel, azt hiszem, hogy ékes száfolata annak, hogy igenis a hagyomány, a paraszti hagyomány, az őseink hagyománya, legyen a szlovák, szerb vagy magyar, mindenféleképpen azt a vajdasági szellemiséget viszi tovább, ami úgy gondolom nem csak a letűnt századokkal együtt jelent valamit, hanem utat mutat még a mába, sőt azt tudom mondani, hogy a jövőbe is értéket közvetít.